Szakmai oka van annak, ha zavarosabb lesz a víz. A Kiskonsági Víziközmű Szolgáltató Kft. tájékoztatása szerint szeptember 16 tól egészen 21-ig ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végeznek Pirtó területén. Ebben az időszakban a víz minőségének romlásával lehet számolni, ez azonban nem érinti a víz fogyaszthatóságát. A szolgáltató által biztosított ivóvíz ebben az időszakban is fogyasztásra alkalmas lesz.